a Sátoraljói helyi rendőrkapitányság meghívására tartott a városban Stól András drogprevenciós előadást középiskolás fiatalok számára. A színész előadás sorozatának 8. állomásaként érkezett Sátoraljóújhelybe. Ő mondja a saját szavaival, hogy mit élt meg, meg miért tette. A gyerekeknek én úgy gondoltam, hogy legyen egy illető, aki ezt a hibát elkövette, és ezért gondoltuk, hogy meghívjuk őt. Illetve jön a nyár, jön a nyári szabadság, és a gyerekeknek a többsége vagy otthon tartózkodik, vagy nem tudnak elmenni táborba, ugye már nem tehetik meg. Gondolják meg, hogy mihez nyúlnak, és mit fognak csinálni a nyári szünet alatt. A súlyos közúti balesetet okozó színész előadását azzal kezdte, hogy ő nem drogos és nem alkoholista, de fogyasztott már drogot és fogyasztott már alkoholt. Az előadás során saját élete kapcsán mutatta be a fiataloknak, hogy honnan, hová lehet zuhanni, ha valaki rosszul ítél meg egy helyzetet. Azért kell erről beszélni, mert ez egy rendkívül érvényes és valós probléma Magyarországon. És attól, hogy egy ismertebb embert látnak és látják, ismerik az életét, nagyjából tisztában vannak vele, hogy mit ért el, és aztán mi történt vele. Tehát most éppen egy letöltendő börtönbüntetés van a fejem fölött. Ez azt gondolom, hogy egy valós veszélyt jelenthet nekik. Tehát más az, mint hogyha egy orvossal beszélgetnének, aki esetleg szárazabban mondja el ezeket a dolgokat, más, hogyha egy rendőrrel beszélgetnek, akitől az ember akármit csinál, akkor is tart, vagy más, hogyha az osztályfőnökkel, akit talán még nem is vesz annyira komolyan ebben a témában. Úgyhogy én azt remélem, hogy van annyi értelme ennek a dolognak, hogyha most nem tudom hányan lesznek gyerekek bent, meghallgatják, és ha csak eszükbe jut majd, hogyha elmennek diszkóba, vagy elmennek egy olyan baráti társaságba, ahol esetleg ez előkerülhet, akár mint téma, akár mint valós veszély, akkor tudjanak róla, hogy mihez nyúlnak. A félórás előadást követően a fiataloknak lehetősége nyílt arra, hogy kérdezzenek Stól Andrástól életéről, a drogokról, az alkoholról, vagy a balesetről. Egyfelől nagyon kíváncsi magára a bulvárhősre, tehát magára Stól Andrásra, másfelől nagyon érdekli őket a kábítószer. Most beszélgettem, itt a rendőrségről érkeztünk ide, hogy itt azért nem akkora probléma a kábítószer, mint Budapesten mondjuk, vagy a Budapesthez környéki településeken. Általában azért érdekli őket maga a kábítószer, hogy ez mit okoz, hogy lehet hozzájutni. Itt egy kicsit mondom, másként kell velük beszélni, mert Pesten mondjuk én nem tudok többet mondani a diákoknak, mint amit ők tudnak a kábítószerről. Itt egy picit más a helyzet. A színész elmondta, hogy egyre nehezebben éli meg a balesetet, és az előadás sorozat adta helyzetet. Azt gondolom, hogy telik az idő, egyre könnyebb lesz, de nem. Biztos azért is, mert 21-én jön a másodfokú ítélet, amikor jogerősen ki fognak mondani egy ítéletet. Másfelől, mert hogy állandóan ugye az ember ebben az ilyen beszélgetések kapcsán felhasogatja azokat a sebeket, amelyeket megpróbál magában elnyomni, vagy megpróbálja túlélni ezt a dolgot. De itt most nincs mese, most ezt végig kell csinálni. Remélem, hogy nekik is használ, remélem, hogy nekem is használ. Stól Andrást a bíróság a közúti baleset okozásáért első fokon 2 év 4 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte.